Sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt vagyok az Égis gyógyszergyár iparvágányának a, hát úgymond a végpontján, itt a mögöttem ez már a gyárkapu. És most ezt fogom bejárni, ez nem egy klasszikus értelemben elhagyatott vágány, mert ezt még használják. Nézzétek csak meg a sínszálat, ez még fényes. Hát ezen a vágányon még van kiszolgálás, általában hetente egy-két kiszolgáló menet szokott menni. És ott a jegyzíró a Körvas úton. Valószínűleg István telekről jött ki és állt be forgalomba. Valamerre. Szóval itt általában olyan hétköznap reggel 8 környékén hetente egyszer vagy kétszer szokott lenni kiszolgáló menet. Tehát a gyógyszergyárban gondolom tartálykocsikba hoznak különböző vegyszereket. És van a gyárnak egy saját dízel mozdonya. Sőt, azt hiszem kettő is van, egy bobó meg egy mazsola. Hát most nem tudom megmutatni, mert nem ezen a környéken van, ahol a kerítés rendben látok. Ott meg egy szöcske. Azon a hídon már a Körvasút megy. Hát most Körvasúton meg azóta nagy forgalom nincsen, mióta a nemzetközi LC-ket már beterelték a nyugatiba és nem erre járnak. Most már csak tehervonatok és ilyen gépmenetek szoktak erre felemászkálni, de az a két óránkénti biztos menetlen sincsen már, hogy lehet, hogy két óráig semmi, de aztán el fog menni egy LC. Ennyire itt tartunk, akkor most ezt a kis Égis vágányt fogom bejárni, ez egy kis rövidke vágány, látszik ott a 9-es szelvénykő. Tehát 900 méter az egész. Viszont van forgalom is. Ott fönn a tetőn az egy régi ölház volt a Körvasúton, de az néhány év, amikor arra jártam, még úgy láttam, hogy lapott. Hogy aztán legálisan vagy illegálisan laknak-e benne, azt nem tudom, de meg azóta, hogy egyáltalán laknak-e, de én ott már találkoztam lakóval, és nem is volt túl barátságos. Lóg a sín a levegőbe. Egyébként ez pedig itt már a Körvasút. És van itt egy... Igen, ez itt a töltés mellett itt végig megy egy ilyen felső vezeték szintén. Ez szerintem egyébként a megkerülő vezeték lesz. Rákosszent Mihálytól van kihúzva egészen itt Rákosig. Szerintem ezt arra találták ide, javítsatok ki a tévedek, hogyha feszültségmentesíteni kell itt a... még aztán Rákosszent Mihályt vagy Rákost, akkor is ezen a vezetéken keresztül meg lehet táplálni a szakaszt. Hogy ne kelljen a teljes állomás közben állítani a forgalmat. Hanem Rákosszent Mihály állomás az a teljes mértékben feszültségmentesít, amit viszont ezen a kerülő vezetéken keresztül meg lehet táplálni itt a két állomás közt, hogy folytonos haladjon. Lényegében mellettünk itt már a keresztúri út megy, és akkor ott szembe, csak most pont ellenfény van. Igen, nem nagyon látszik, de ez itt most szerintem valószínűleg egyik rész amúgy is szolgálati lakás volt. Egyébként meg egy őrhely, de most nem nézem meg, hogy lakott-e vagy sem. Talán egy másik videóba, vagy egy másik témába elmegyek arra is. Most egyébként itt az Égis vágány bejárása van sodon. Ez egyébként nem sok, ezzel hamar végzek. Már 100 métert haladtam, és láttam itt a 8-as szelvénykövet is. És egyébként ennyi itt szintbeni átjárók vannak, ez fedezik jelzőre, de amikor kiszolgáló menet van. És itt az egyik átjáró, meg egyébként a keresztúri utat fogja keresztezni. Hamarosan, ez itt most csak egy kis mellékutca. De hát itt ilyen átjárók vannak főleg. Hát igazából ennyi, haladunk előre. Hát igen, és akkor itt jön egy hosszú egyenes szakasz. Aztán ott egy ívvel ráfordul a keresztúrira. És aztán szerintem egyenesen becsatlakozik Rákosba. Hát megnézzük. Sokszor jártam már itt mellette, meg többször láttam itt, amikor 6-es busszal mentem, de teljes egészében végig még soha nem jártam be. Úgyhogy épp itt az alkalom. Hát akkor ismét itt sikerült átjutnom a keresztúri úton, ott az íven, és viszonylag hamar, ami meglepő, mert
hatalmas egy forgalom van mindig, de most nem kellett sokat várni, és át tudtam jönni. És akkor itt meg tovább vágni, és ott valószínűleg ott, ahol ott a távolban látjátok, ott egy ilyen valós ívet dob, és szerintem ott csatlakozik be Rákosba. Addig valószínűleg nem tudok elmenni. Az már üzemi terület, de azért ameddig lehet, azért emlék is megmutatom. Megállás helyett áll, itt is van szépen, de minden útátjáró elé, mert látjátok, hogy ott is van. Minden útátjáró elé kitesznek egyet. Minden itt, hogy valószínűleg szolgálati lakások vannak. Meg szolgálati kutyák. Igen. Megé. Mindig van valaki, aki beleugat a videóba. Tudjátok, ez más, aki így van. Erdefele viszont, ez viszont már konkrétan a MÁV telep. Ez úgy is van, a buszmegállók és az a neve, amik itt van, hogy MÁV telep. Ez valóban ilyen vasutasoknak épült szolgálati lakás volt. Aztán lehet, hogy azóta már nem csak vasutasoknak lakadják ki, meg laknak benne, de ezek alapból is így épültek, hogy ez itt egy MÁV telep és szolgálati lakások. De látszik is egyébként ezeken a házakon, ha megnézitek, hogy ez ilyen klasszikus MÁV szabvány szerint épült mindegyik. Igen, közben eljutottunk, na még, és egész jó idő is lett hirtelen, én még a sapkát is leveszem. De szerintem most haladunk az állomás felé, és ez látszik, hogy itt csináltak egy járóutat a sinek mellett, és ezek is itt vasúti betonaljak. Nem megmutatom, hogy mindegyenesen jött a vágány idáig. És itt viszont ilyen különböző stílusú, de MÁV szabály szerint épületek vannak. Hát itt van többszintes is, abban ugye az a fajta, az előbb mutattam, az szerintem négy családos volt. Meg vannak ezek a kisebbek, ilyeneket általában lehet vasútállomások környékén találni. De ezek a típusterv alapján épült MÁV-os épületek, és ilyen közben haladjunk tovább a sineken. Vagyis hát mellette, de... És minden útátjárót, igen, valószínűleg azért van kint ez a megállás, hogy a jelzés, mert jelzővel el szokták fedezni. Igen, itt van meg, és akkor itt. Szerintek meg ez egy másik tipikus MÁV-os szolgálati lakás. Ezek ilyen egyszemélyes kis lakások. Valószínűleg ilyen szobakonyhás. És akkor abból is oldházként van több is. És egyébként itt mögöttünk, az épület mögött van a Körvasútnak is egy becsatlakozó kis mellékvágánya. Mert a Körvasút az úgy megy, hogy itt két vágány kiágazik, a két vágány a vonalból, és becsatlakozik Rákosra. A másik két vágány meg elkanyarodik Kőbánya felső fele. És a fővonal mellett, a 120-a fővonal mellett megy egy Kőbánya felsőig. Sőt, alatta is átmegy, ott van egy aluljáró a vasútvonal alatt, és ott is átmegy. Tehát gyakorlatilag ott a Kőbánya felsőtől van külön kétvágányos szakasz a Körvasútnak, és van egy külön kétvágányos szakasz a fővonalnak is, ami a Körvasút felett megy át. És a Körvasútból szinte egy kétvágányos szakasz ágazik a Rákos fele. Tehát látszik, hogy amikor ez kiépült, akkor nagyon nagy forgalommal számoltak, hogy nem is egy, hanem rögtön két vágányt leágasztottak erre. És közben igen, az a vágányzáró sodampó szerintem már az a vége lesz. Nézzük, igen, de itt legalább rendesen lehet filmezni, meg fotózni is, mert nem süt szembe a nap. Oké. Igen, az ott a kettes szelvénykő, tehát akkor ott lesz az egyes. És akkor picivel arrébb akkor, és ott a gyalogos felüljáró. Igen, erről a gyalogos felüljáróról is annyit érdemes tudni, hogy ez egy közúti felüljárónak épült, és az is volt sokáig, majd meg fogom mutatni szerintem, ha túloldalt még látszik a közútnak a felvezető útvonal. Csak ezt ugyanúgy, mint a Sodoksárit, a második világháborúban lebombázták ezt a felüljárót, és hát közúti felüljáróként nem épült újra. Ugyanúgy, mint ami a Soroksári állomásnál van, viszont ide építettek egy gyalogos hidat. És ott megy egy vonat. Hát,
közelítünk Rákoshoz. Elhagytuk az egyes szelvénykövet, és ide értünk az Égisvágány végére. Ott van egy lépcső, amin ha máshol nem, hát ott biztos fel tudok menni a töltésre. És itt van a vége. Itt egy vágányzáros onnapból, de látszik, hogy ez is karban van tartva, használják is. Errefele még vannak vágányok is. Hát itt valószínűleg régebben valami telep lehetett, és azon keresztül ment át, mert itt van egy kapu is, amit már nem használnak. És arra a telepre is ott bevezetett egy iparvágány, tehát valami itt is volt régebben. De láthatólag ezeket már nem használják semmire. És akkor itt még a szélén kicsit elnézek. Biztos nem ilyen vannak. Ez viszont egy föld, valószínűleg 60-ba. Vagy Szolnokra. Z60 Szolnok. Ja igen, ez meg a másik érdekesség, hogy valamilyen, mikor kitalálták a vasútnál, hogy számozzák a vonatokat, akkor a 60 felett tartó vonatoknak a 80-as számot adták, valószínűleg a vasútvonal után. Tehát a személyi vonat, ami 60-ra megy, az S80. Viszont az Újszász Szolnok fele tartó személyi vonatok meg S60 nevet kapták. Tehát lehet, hogy szerintem jobb lett volna, mert könnyebben megjegyezhető, hogyha 60-i személyek kapják az S60 nevet. De hát ezt nem tudom, hogy miért így találták ki. Meg hogy a szolnokiak miért pont a 60-at kapták. És akkor itt látszik, itt van az a közúti felújjárat. Most pont ellen fényben van, de akarom ezt megmutatni, hogy ott van az a pillér, tehát úgy látszik, hogy ez közúti volt. Tehát az volt az eredeti pillére, amit ott láttok. A másik oldalt ennek már sok nyoma nem marad, de látszik, hogy de a töltés elég széles, azt azért mutatom. Tehát igen, ezt nem gyalogos felüljárónak tervezték, hanem közútinak, ezt utólag épült ide. Ugye valószínűleg a pillérek inkább itt voltak, itt ezeken a részeken. Aztán ugye, hogy lebombázták, nem építették újra. Ez pedig itt már a volt Rákosi fűtőház, de szerintem itt már nincs. De itt lehet, hogy fel tudok menni a felüljáróra. Csak itt ez már üzemi terület szerintem. Bár itt még van út mellette, és itt egy lépcső, akkor itt felmegyek. Aha, ez itt egy üzemi. Itt errefele már biztos üzemi terület. Ott van egy fordítókorong is, szerintem azt már nem használják, de látjátok, ott van egy fordítókorong. Csak nem úgy néz ki, mint a bárki is használ, de nem megyek most oda, mert üzemi terület, nem baj legyen belőle. És itt van szintén, ez is lehet, hogy szolgálati lakású. Hát, hogy volt vagy most is, azt nem tudom. Na mindegy, tehát akkor szerintem ide fölmegyek, és még a túloldalt meg fogom mutatni. A közúti felüljáró maradványait, mert ott még több látható nyoma van a túloldalon annak, hogy itt ez egy közúti felüljáró volt. Hát itt még a macskaköves eredeti útból látszik valamennyi. Egyébként igen, tehát itt vezetett eredetileg a közút. Hát igen, erre egyik fele. És itt nagyjából be lehet abba az üzembe is látni. Hát látszik, hogy nincs már ott semmi. Vágány bevezetett, de és ez a két vágány a körvasút felől jön. A másik pedig, az honnan jön? Mert ez a kettő, ez biztos, hogy a fővonal. Ja, igen, mert a másik is besatlakozik ide. Tehát ide négy jön, tehát ez a kettő és a körvasúté, viszont ez átmegy a másik vonal alatt. Tehát így ott jön, ott így vesz egy kunkort, és átmegy a másik oldalra, így tovább. Hát, de picit arrébb, mert talán jobban meg tudom ezt mutatni.
De itt nagyon érdekes vágány elrendezések vannak. És régebben még itt valahol állt két BZ is. És azokat meg összefirkálták. Sokáig itt állt, és valamilyen egyesület próbálja megmenteni. És újra üzemképessé tenni. Na igen, tehát itt megy kőbánya felső felé, valahol. Hát és akkor mennyire látszik, de ott van a híd. Ott megy át alatta a másik vágány. Ezt lehet, hogy majd egy külön videó keretében ezt be fogom járni. Itt ott az erdő szélén van egy út, azon el lehet menni, csak nem tudom, ott van egy ilyen nagyobb hajléktalan tanya az erdőbe. És hát nem tudom, hogy mennyire veszélyesek. Ott a Telebesi utcánál van a főtanyáik, ott szoktak leszállni a villamosról. Tehát ez nem maga Rákos állomás. Pont benne áll egy fölött. Az itt a régi fűtőház. Ott szokott előtte állni egy FMK mérőkocsi, hát most teljesen üres. És a héten többször itt tárolták a Fröld 3-ot és amelyik futó próbázott. Na, kicsit előrébb jöttem, mert itt ebből az irányból jobban lehet filmezni, nem süt szembe a nap. Szóval itt igen, ez a macskaköves út, ez itt látszik, hogy ez volt a felhajtója a közúti felüljárónak, és itt ment keresztül. Hát ugye látszik, ennyi maradt belőle. Épült helyette egy gyalogos felüljáró, valószínűleg a közúti felüljáróval nem volt akkora igény, hogy megérje újraépíteni. Aztán nem építették újra, ez van. Hát akkor ez a videó ennyi lett volna. Akkor köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, akkor inkább így, mert így csak én nem látom a kamerát, de a kamera az lát engem. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl, lájkoljátok, kommentáljatok alá, hogyha valamit esetleg tudtok. És akkor találkozom a következő videóban. Sziasztok!